Sok szeretettel köszöntöm az RTV legfrissebb adásának nézőit. Mai adásunkban, kilátórovatunkban beszámolunk az elmúlt hétvégén zajlott Érmihályfalvi 25. nyíló akásznapokról, valamint az albisi Irinyi János megemlékezésről, de ahogy azt már megszokhatták, előbb következzenek rövid híreink. Május 23-án kedden Székelyhídra látogattak a kolozsvári Diakónia Keresztény Alapítvány és Svájci Partner Szervezetének munkatársai. Május 23-án Székelyhídra látogattak a kolozsvári Diakónia Keresztény Alapítvány munkatársai. A helyi múzeum épületében először Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere köszöntötte a delegációt. A kolozsvári Diakónia Keresztény Alapítvány küldetésének tartja az életvédelmét, betegek és hátrányos helyzetűek segítését nemzetiségtől, nemtől, vallási hovatartozástól függetlenül. A Diakónia Keresztény Alapítvány, a nevünk egy, hát nevünk is mondja, egy keresztény alapítvány vagyunk, a Református Egyház alapította, és otthoni betegápolással foglalkozunk, idős otthonaink vannak, gyerekprogramok, gyógyíthatatlan rákos betegekkel foglalkozunk. Hát tulajdonképpen szeretett szolgálat, és ezen belül megvan, hogy miket csinálunk. Székelyhídon gyerekprogramunk van, főleg roma gyerekek számára, mi szociális gyerekprogramnak hívjuk. Erdélyben összesen 941 gyerekkel foglalkozunk, három megyébe, Kolozs, Bihar és Szilágy megye. Bihar megyében ebből 432 gyerekkel. És ezek a gyerekek iskola után kapnak egy meleg ebédet, azután pedig neveljük, tanítjuk őket. Fontos számunkra, hogy ne maradjanak ki az iskolából, illetve hogy felzárkózzanak minél közelebb az iskolai átlaghoz. Az alapítvány svájci partner szervezetének a HEX alapítvány jelenlévő képviselői a környékünkön működő délutáni foglalkoztatókra is ellátogattak. We have different project here in the country, so this Roma inclusion project. Különböző projektjeink vannak itt az országban, de a legnagyobb a délutáni foglalkoztatás. A projektünk részeként foglalkozunk otthoni ápolással itt Erdélyben körülbelül 180 helyen. Továbbá két projektünk van a családon belüli erőszak áldozataiért, valamint munkahelyteremtő programjaink a fogyatékkal élőknek. Itt Székelyhídon vannak délutáni foglalkoztatók roma gyerekek számára. Megnézzük őket, azt is, mit csinálnak. Csoportunk legnagyobb része először van itt Romániában, és ők látni szeretnék, mivel foglalkozik a diakónia ezen a területen, illetve kíváncsiak, hogy él a roma közösség itt Székelyhídon. Jelképes búcsút intettek egymásnak diákok és tanárok a Nagykágyai Szakközépiskolában. Megható, őszinte ballagási ünnepély keretében búcsúztatták a tantestület tagjai és a 11-es diákok a végzős élelmiszeripari technikusi osztályt a Nagykágyai egyes számú technológiai líceumban. Elsőként a tanintézmény vezetői kaptak szót. Karancsi Béla igazgató azt kívánta a kirepülő generációnak, hogy tudják megtalálni helyüket itthon, teljesedjenek ki úgy emberileg és szakmailag a szülőföldjükön, saját hazájukban, míg Osztroveanu Ágota aligazgatónő arra kérte a ballagókat, hogy jól véssék eszükbe a jó példákat, amelyeket a diák évek alatt láttak, és sose hambozzanak visszatérni egy jó szóért az iskola falai közé. Székelyhíd polgármestere Béres Csaba sok sikert kívánt a búcsúzó nagykorúaknak ahhoz, hogy az iskola tanító és nevelő közegéből kikerülve egyedül megtalálhassák útjukat, helyüket a világban. Végezetül pedig Balla Frigyes tanár úr mondott útra valóul egy anekdotát, amely végén arra biztatta a fiatalokat, mindig forduljanak bizalommal Istenhez, mert az olyan cselekedet, amit sosem lehet megbánni.
A 11-es diákok hol versen, hol énekel szépítették a ceremóniát, volt, hogy humorral, volt, hogy jó tanáccsal fordultak idősebb társaikhoz. Az osztályfőnök Szonina Munteán tanárnő 4 évig pátyolgatott diákjairól elmondta, hogy igazi kis családdá formálódtak, segítették egymást úgy a tanulás terén, mint a mindennapi élet hullámvölgyeiben, és lehetséges, hogy az osztályátlaguk nem kiemelkedő, de emberségük tiszteletre méltó, és ez az, ami a jövőben igazán segítségükre lesz. Ezt követően a 12-esek is mind felolvastak pár soros verseket, amelyekben az osztályfőnöküknek, tanáraiknak és szüleiknek hálálkodtak a 4 év alatt kapott támogatásért, türelemért, nevelésért, majd átadták az iskola kulcsát az utánuk következő generációnak. Meglepetés vendégek érkeztek hozzánk szerdán, hogy megnézzék, milyen az élet itt nálunk a stúdióban. Az iskola másképp keretén belül látogattak el a stúdiónkba a Szalacsi Balaskó Nándor Általános Iskola és a Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum kisdiákjai. A nebulók minden eszközt alaposan megfigyeltek a rádió és a TV stúdióban. A közel 40 diák 2 csoportra osztva nézhette meg, hogy munkálkodunk mi, illetve a múzeumban található halászmúzeumot. Újra 3 hetes intenzív angol tábort szervez az Érhangja Egyesület, a Székelyhídi Polgármesteri Hivatal, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, illetve a Learning Enterprises támogatásával. A programra július 3-a és 21-e között kerül sor a Székelyhídi Munkásklub nagytermében. A tábor célcsoportját 6 és 18 év közötti gyerekek, illetve fiatalok képezik. A foglalkozásokat az Amerikai Egyesült Államokból érkező önkéntes tartja. Jelentkezni az érhangja1@gmail.com e-mail címen, illetve a 0755 48 14 91 és 0762 83 03 44-es telefonszámokon lehet június 26-áig. Idén június 16-a és 18-a közt fognak zajlani a Székelyhídi Városnapok. 16-án pénteken kulturális programokkal várják az érdeklődőket a Turulparkban, illetve a múzeum épületében. 17-én és 18-án, vagyis szombaton és vasárnap sport- és táncbemutatókra, valamint koncertekre várják a nagy érdeműt. A részletes programajánlóval hamarosan jelentkezünk. A Székelyhídi Törekvés labdarúgó csapata elszenvedte az idei év első, a bajnokság folyamán a 4. vereségét. Buslakodásra azonban nincs okuk a fiúknak, ugyanis a listavezető bihari legenda csapatához látogattak szombat délelőtt. A mérkőzésre a Bihar püspöki labdarúgó pályán került sor, ahol kevés csapat hagyta el a küzdőteret veretlenül, vagy hozott el pontot. Ez történt most is, a legenda magabiztos 2-0-ás győzelmet aratott, az idén még veretlen Töri ellen. A 23. fordulóban nagyjából eldőlt, hogy a nagyváradi csapat fogja megnyerni a divízió küzdelmeit, a második helyen pedig a Székelyhídi alakulat fog feljutni a 4. ligába. Bár pont azonosság van a 3. esküllő csapatával, a Lukács Sándor irányította csapat egyel több mérkőzést kell még vívjon, ráadásul a 3-ból 2-t hazai környezetben. Most hétvégén szombaton csap össze a hazai törekvés a 6. Berettyó Széplak csapatával a Székelyhídi labdarúgópályán. A mérkőzésre 18 órától kerül sor. A maradék 2 fordulóban a Töri ellátogat a Brátkai Unireához, illetve a Hegyközszent Miklósi Toldi csapatát látja vendégül. Május 18-a és 21-e közt került sor a 25. Nyíló Akácnapok Fesztiválra Érmihály falván. Bár a programok már 18-án csütörtökön elkezdődtek Érmihály falván, a hivatalos megnyitóra csak másnap, pénteken került sor a város főterén felállított színpadnál. Részfúvó zenei kísérettel vonultak fel a főutcán a helyi óvodások, mazsorettek, modern és néptáncosok és a hagyományőrzői jászok.
Ezt követően ünnepi beszédet mondtak Érmihály falva testvérvárosainak előjárói, magasrangú politikusok, valamint Nyakó József helyi polgármester is. Itt vagyunk a Nyílalkác negyedszázados évfordulóján és egy jubileumi fesztiválon. Ugye hát 93-ban volt az a csapat, aki összehozta a fesztivált, illetve gondolt egyet, és látva a nyíló, az akác virág, átélve pontosabban a akácerdők adta milliót, ahol árad a nyíl, az akác illat, ráépítettünk egy fesztivált, és ime a 25. kiadását éli idén. Azt hiszem akkor volt egy olyan csapat Érmihályfán, és ennek hála, hogy megszületett. Az RMDS választmány volt az alap, akik kitalálták, illetve támogatták ennek a sorozatnak az elindítását, elindulását, és azóta mindig újabb generáció átvette, és legalább olyan sikeresen vitte tovább, mint ahogy az előző. Ez nagyszerű dolog azt érezni, hogy körülöttünk olyan kulturális tőke van, csoportjaink vannak, ének, tánccsoportok, zenészeink vannak, akire lehet építeni egy ilyen fesztivált. És természetesen a polgármester büszkesége az, hogy az az ötlet, ami valamikor megszületett, hogy ilyen nagy méreteket öltött, és mindig is van, aki tovább vigye ezt a hagyatékot. Én azt hiszem a 25. alkalomra talán a természet készült legjobban, mert most annyira jó az akác illat, és egy nagy, 11 óra távol egy nagy tömény akác illat önti el a várost, és évek óta talán most van a legnagyobb méztermés Érmihályfalván, de természetesen mi is, mint rendezők, szervezők készültünk. Ez a külsőség, amit láttok és látszik itt körülöttünk, ez a zászló rengeteg, illetve ha felfűzött zászlókra is gondolok, akkor igenis sokat munkálkodtunk azon, hogy külsőségében is és tartalmában is nagyszerű fesztivált hozunk össze. Ez azért is sikerülhet, mert idén a legtöbb támogatónk volt, tehát 129 támogató volt, ez cég és magánember összesen, és egy óriás összeget raktak össze, hogy sikeresek legyünk, és hát mindenképpen hála nekik, és köszönet érte, hogy így álltak hozzá, és megadtuk ennek a negyedszázados fesztiválnak a méltó támogatást, illetve azt méltó színvonalat. A rendezvény keretén belül került sor az Érmelléki Fejlesztési Ügynökség konferenciájára, melyen Bihar megye több tucat polgármestere és vezető politikusa vett részt. Póti Csaba az ügynökség képviseletében ismertette az intézmény tevékenységeit, célkitűzéseit. Az Érmelléki Fejlesztési Ügynökség lehetősége 2016-ban merült fel. Ugye ez párhuzamosan a Belényesi medence fejlesztési ügynökséggel működik. Majd 2016 végén, illetve 2017 elején humán erőforrással is fel lett töltve pillanatnyilag két személy, jó magam, mint irodavezető, illetve egy kolléganőm munkálkodunk rajta. A fejlesztési ügynökségnek fő céljai pályázati lehetőségek, felkutatása és tanácsadása önkormányzatoknak, a területen lévő intézményeknek, különböző programokon való részvétel, konferenciák szervezése, találkozók, és nem utolsó sorban egyik fő célunk kell legyen egy közös fejlesztési stratégia kidolgozása. Az eseményen dr. Székedi Levente, a Parciumi Keresztény Egyetem tudományos igazgatója, kutatás az Érmelék társadalmi, gazdasági fejlesztésének megalapozásához címmel tartott előadást, ismertetve, mely területeket fogják a közeljövőben górcső alá venni. Másnap délben senkit nem érdekelt a kánikulai meleg. Rengetegen voltak kíváncsiak az autós ügyességi bemutatóra. A rossz vagyok, de használható motto többszörösen érvényesül egy-egy ilyen megmérettetésen, hiszen a roncsoknak meg sem kottyantak a homok dűnék.
Ezzel párhuzamosan a Prosner stadion kilátói is megteltek nézőközönséggel. A helyi és környékbeli lótartók közt már-már rangot jelent a bemutatón részt venni. A 32 fogat a Silhouette menet táncosok vezetésével érkezett a focipályára, ahol kezdődhetett a bemutató. Az est koncerttel zárult. Összegezve, a 25. Nyílóakász Fesztiválon volt minden, mi szemszájnak ingere. Wurstli, bemutatók, szépségverseny, tűzijáték, tánc és zene kifulladásig. Május 20-án Irinyi János születésének 200. évfordulóján emlékeztek a tudósra Albison. Irinyi Jánosra nem csak Albis község, ahol a feltaláló született, de az egész magyar nemzet is méltán büszke lehet. Bár jelentős nyelvújítási munkát is végzett, valamint kidolgozta a szikes talajok kezelési módszerét, legjelentősebb feltalálása, mondhatni életműve, mégis a robbanásmentes gyufa, melyet a mai napig használnak szerte a világon. Dr. Tószegi Gizella, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem docense is beszámolt az eseményen Irinyi János sokoldalú tehetségéről. Mindenképpen ismerik az emberek, ha másról nem a gyufáról. Én egy kicsit sajnálom, hogy a tudományos munkássága a háttérbe szorul, de a gyufáról tényleg nagyon sok embernek Irinyi János jut eszébe, és a kultuszát is ápolják, hiszen két köztéri szobor is van Budapesten, amelyik őt örökíti meg. Most adott ki a Magyar Nemzeti Bank egy nagyon különleges pénzérmét a tiszteletére. A cikkek sorozata is megjelenik, ezek között ugye az enyém is természetesen. Tehát mondhatjuk, hogy nagyon sokan Budapesten utcát neveztek el róla, különböző oktatási intézményeket, tehát azt gondolom, hogy méltóan ápoljuk az ő örökségét. A megemlékezés a helyi református templomban zajlott. Az egybegyűlteket Dénes Béla lelkipásztor, Bakó Lajos, az Irinyi József Társaság elnöke, illetve Kóca István, Bogyoszló község polgármestere köszöntötte. Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke bíztató szavakkal szólt a közönséghez, miszerint kis települések is adhatnak nagy embereket a nemzetnek. Dr. Szálkai Tamás, debreceni levéltáros történész, részletes betekintést nyújtott az Irinyi család történetébe és a családfakutatás legújabb eredményeibe. Létavértes része ma Vértes, ahol Irinyi Jánosnak a emlékét ápolják, hiszen sokáig itt élt és itt gazdálkodott, illetve itt is halt meg. A nevét viselő általános iskola diákjaként kerültem kapcsolatba először Irinyi Jánossal, és később kutatóként, történészként és levéltárosként, a levéltárban pedig igazán nagy élmény volt számomra, hogy a egykori kéziratait, a családjának az iratait pedig már ugye történészként, levéltárosként tanulmányozhattam. Az elinduló új kutatások újabb eredményeket hoztak, amikről részben ugye itt Albison is beszámoltak a kollégák, és úgy gondolom, hogy ezeknek az új eredményeknek a írásba foglalása nagyban megújítja az Irinyiekről eddig alkotott képet. Tudományos előadást tartott még dr. Szabó József, a rendezvény főszervezője, majd a jelenlévők megkoszorúzták az Irinyi emlékhelyet. Az albis Irinyiek ápolása az úgy kezdődött, hogy több évre visszamenőleg elkezdődött egy kutatás. A régi történelem, egy nyugalmazott történelem tanár, akit Isten nyugtasson, sajnos már nincs közöttünk, Török Ferenc tanár úr elkezdett egy ilyen kutatást, ugye, hogy is kellene ezt az egész dolgot megcsinálni. Akkor elkezdődött 2001-ben, és több kutatások után létrejött, hogy bebizonyosodott a dokumentumokból, hogy Irinyi József Albison született, és ennek kapcsán megkapta az általános iskolánk is a nevét, felvette 2002-ben. Irinyi Jánosra nem volt bebizonyosodott tény, hogy ő albis szülöttje volt, ez vitatott tény volt, hogy albis szülöttje, vagy esetleg Vértes szülöttje, de bebizonyosodott ő is, hogy Albison született, nem itt éltek, áttelepültek más településre, Magyarországra, az akkori Magyarország, ugye, és azon keresztül elkezdődött egy folyamat, megalakult egy non-profit társaság, és azóta, hála jó Istennek, nagyon jól működik, ápoljuk a hagyományokat, egyre több dolgot tudom meg róluk,
és közben létrejött, ahol a szülőházok valamikor létezett, ott létrejött egy emlékhely, amit mai napig ápolunk. Úgy Irinyi József, úgy a forradalom alkalmával, minden alkalommal lejövünk, megkoszorozzuk az emlékhelyet, ami a mai napon is megtörtént, nagyon szép alkalom, Irinyi János 200 éves évfordulója alkalmával. És közben még van egy olyan dolog, hogy most a pontos dátumot lehet, hogy nem tudom megmondani, de 2008-ban, 2009-ben talán a megyei támogatás és az RMDS közbenjárásával, támogatásával sikerült Irinyi Józsefnek egy mellszobrot állítani, ami a református templom kertjében van felállítva. Milyen további terveik vannak ennek a kultusznak a megerősítésére? A tervek azok, hogy ezt mindenképpen tovább visszük, sőt a tervek között még szerepel az is, hogy amennyiben megengedi a törvényes keretek között, szeretnénk egy tájház részt kialakítani, ahol ők egy külön szobát fognak megkapni. Oda szeretnénk beállítani bizonyos dolgokat, amiket őket ráemlékezteti, olyan dolgokat. És még nem utolsó sorban, ha megsegít bennünket a Jóisten, és még több támogatónk is lesz, szeretnénk ugyanúgy Irinyi Jánosnak is egy bronz szobrot állítani. A megemlékezésen a helyi óvodások és kisiskolások előadásán kívül Mészárosné Fodor Etelka néni is külön ez alkalomra írt versével örvendeztette a közönséget. És itt, ahol születtek, egy emléktábla áll. Hirdeti, hogy élt itt valamikor egy tudós család. Minden munkatársam nevében köszönöm, hogy ez alkalommal is velünk tartottak. Új adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk, melyet a Brixim Kábel TV szolgáltató keddeste sugároz. Addig is kövessenek minket Facebookon, vagy hallgassák a rádióért élőben minden hétköznap este 6 órától 8 óráig. Viszontlátásra!